Több méhész is tevékenykedik Bábolnán, akik kisebb-nagyobb vállalkozásaikban minőségi mézet állítanak elő. Köztük Babarczi Norbert már gyermekkora óta ismerkedik a szakma rejtelmeivel, és az elmúlt hetekben országosan is megmérettette mézeit. A hosszú évtizedek tapasztalatai szép sikert hoztak számára, hiszen vegyes virágmézét bronzminősítéssel jutalmazták. Közösségi oldalon, a Facebookon találtam egy bejegyzést, miszerint Babarczi Norbert méze egy országos elismerésben részesült. Mi volt ez az elismerés? Ha jól láttam, akkor egy bronzérmes mézet készítettél. Így van, egész pontosan a méheim. Csak én termeltettem, igen. Igazából ezt a Békés megyei Méhész Egyesület és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület által szervezett versenyre jelentkeztem, illetve pályáztam. Jelen esetben egy vegyes virágméz mintámat küldtem be, ami hál' Istennek országosan bronz minősítést szerzett, illetve ért el. Három mintát kellett elküldeni fél kilós kiszerelésben, ahol a zsűri tagok egyrészt értékelték, másrészt kellett egy ellenminta, a harmadik pedig egy szigorú laboratóriumi vizsgálatnak is meg kellett felelni a méznek a beltartalmi szempontjából. Milyen út vezetett neked idáig? Miért kezdtél el egyáltalán a méhészettel foglalkozni? Volt valamiféle családi indítatás, vagy pedig valakinek az inspirációja alapján kezdtél el foglalkozni méhekkel, méhészettel? Igen, volt családi. Nagyapám és édesapja méhészkedtek még az 1960-as, 70-es években. Itt Bábolnán? Itt Bábolnán, igen, igen. Babarczi Lajos nagyapám, dédnagyapám, aki foglalkozott méhészettel. Persze nagyapám úgymond unszolására, mert ő mondta, hogy kezdjenek el méhészkedni, és akkor bele is vágtak. Dédnagyapámnak körülbelül 40-50 méh családja volt, de sajnos mire én megszülettem, addigra ő már elhunyt, és a nagyanyámék úgy döntöttek, dédnagyanyámék, hogy eladják a méhészet, mert nagyapámnak az akkori munkái miatt nem tudta tovább folytatni, de viszont nagyapám ihletett engem arra, hogy kisfiam, hát hogyha mégis érdeklődsz iránta, meg szereted, akkor miért ne foglalkoznék, illetve miért ne én is irányuljuk a méhészet a méhek felé. Nagyapáméknak az akkori szomszédja volt itt a Kossuth-Lajos utcában, akik egy idős házaspár, akik 30-35 méhcsaláddal méhészkedtek, és én, mint kis 11 éves gyerkőc, sokszor átmentem, és már akkor érdekelt, hogy mit, hogyan csinálnak a méheknél, mikor méhészkednek, méhrajbefogásokat ellestem, és igazából így adta. Igazából, ha szabad így fogom, akkor fertőződtem meg a méhészet szeretetével, ami hál' Istennek a mai napig is kitart. Aztán gondolom, hogy ezt elég komoly mélységekben elsajátítottad. Tehát ugye a gyakorlatot azt azért megkaptad a tapasztalatokból, de gondolom, hogy valamiféle elméleti tudással is szertettél. Így van, igen. Igazából 1987. május 31-e óta számolom a méhészetemnek a úgymond a létezését. A nagyapám akkor fogta be az első méhrajomat, tehát akkortól mondható, hogy nekem is volt saját első méhrajom. Igazából az akkori kezeléseket még nagyapám segítségével, felügyelete mellett végeztem, de azt, ahogy teltek az évek, ugye úgy tanultam el a gyakorlatokat, elméleteket, elsajátítottam, és azután már évekkel később már egyedül végeztem. Nekem az iskolai, úgymond alapképzésem, elsősorban állattenyésztő érettségim van, aztán Pesten mezőgazdász technikusi képesítést szereztem, de még két évvel később, 2003-ban pedig a méhészeti szakképesítést is megszereztem. Mennyi munkával jár ez a történet? Egyébként hány méh családod van? Most itt kint vagyunk Bábolna határában, egykori kis liget, a Morovicék laktak itt, igen. A Morovici Jóskáék, illetve hát a családja. A ház már nem áll, de itt ebben a kis ligetszerű hát területen méhészkedsz. Igen.
Igazából bő négy éve vannak itt a méheim. Polgármester asszony és a képviselőtestület döntése alapján megkaptam az engedélyt, hogy a méhekkel letelepülhetek ide, mivel ennyi méhcsaládot már lakott területen belül, igazából nem egészséges, nem célszerű tartani, mert ugye figyelemre kell venni az embereknek a úgymond a toleranciáját, és sajnos én sem akarom azt, hogy a méhek miatt bárki egészségügyi ellátásban netán kórházba kerüljön, mert ugye ez egy nem gyerekjáték, tehát sajnos ebben meg is lehet halni, hogyha valaki allergiás a mészorásra. A kérdésed első részére válaszolva, 70 méhcsalád van most itt betelelve jelenleg, tehát 70 méhcsalád várja a tavaszt, de olyan terveim vannak, hogy mind 2021-ben, mind 2022-ben szeretném a méhészetet továbbfejleszteni legalább egy 120-as méhcsaládszám állományig. Ezek a számok volumenben hol állnak? Ez egy ilyen kis apró gazdaságnak számít, vagy közepes, vagy a nagyobb kategória? Igen, én azt mondom, hogy ez a 70, ez nem olyan kevés, de nem is sok. Tehát ettől vannak sokkal nagyobb számú, méhcsaládszámú méhészetek, ahol legalább 200-300, vagy akár még ennél több méhcsalád is van. Nyilvánvalók ők főállásba végzik ezt a munkát, mert azért ennyi méhcsaládot azért mellékállásba már nehezetett, arra már kevés idő jut, így a 70 családdal még én főállás mellett még el tudok végezni, de természetesen vannak ettől kisebb család, mélycsaládú méhészek is, mit tudom én, 10, 20 vagy akár 30 mélycsaláddal. A munka az igazából, ezt én egy személyben a pörgetéseket leszámítva boldogulok, tehát el tudom végezni, de hogyha majd eljutok a 120-as mélycsalád számig, azt is meg fogom tudni, legalábbis bízom benne, de a pörgetésnél mindig kell élő munka segítség. Most ugye tél van, mondtad, hogy ilyenkor nincs velük dolog, ilyenkor elteleltetted őket, de egyébként mondjál egy pár olyan momentumot, ami hát a munka része a méhekkel. Akkor kezdem a tavaszi munkálatokkal. Igazából nekünk méhészeknek már februárban elkezdődik a méhekkel való foglalkozás. Nem úgy kell érteni, hogy én már februárban kijövök, és már mindjárt méhészkedek, fogom a kezembe a keretet és nézegetem. Nem. Februárban igazából a lepényeket, gyógylepényeket kell a méheknek beadni. Na most ennek is van többféle változata. Én a fehérje tartalmú lepényeket szoktam adni a méheknek. Itt fontos kihangsúlyozni, hogy nem állati fehérjéről van szó, hanem szigorúan növényi eredetiről. Tehát vagy sörélesztő van a lepénybe bekeverve, vagy pedig virágporpótló, ami azt jelenti, hogy a méhek, amikor már úgy kezdenek a téli álomból, igazából nem is az álomból, mert nem alszanak téli álmot, kezdenek a téli nyugalomból úgymond felébredni, akkor mivel a keretek tetején van ez a lepény, ezt ők szépen elkezdik enni, ami az anyát nagyobb, több pete lerakására ösztönzi, tehát a család időben elkezd gyorsabban fejlődni. Aztán a következő, ugye, amikor már elkezdi gyűjteni, tehát elindul a tavaszi virágzás. Ez, igen. Akkor mit kell velük tenni? Kell őrizni őket, figyelni a mozgásukat, vagy valami hasonló? Ez igazából már március közepe vége fel, amikor a hőmérséklet már úgymond tartósabban 10-15 fok körül van, de inkább 15 fok, mert akkor szabad igazából kaptárbontani a fiasítás megfázásának elkerülése véget. Akkor már egy komolyabb átvizsgálás van a méhcsaládoknál, na ilyenkor ellenőrizzük, hogy a tél folyamán mennyi élelme maradt a családnak, vagy esetleg nem kell akkor gyorsan pótolni, vagy pedig, és az a legfontosabb, hogy az anyának a meglétét ellenőrizzük, hogy az anya sikeresen áttelelte a méhcsaláddal, mert sajnos, hogyha az anya elpusztult, akkor nekünk intézkedni kell, hogy anya legyen, mert anya nélkül ugye nincsen méhcsalád. Tehát ez a legfontosabb a márciusi teendőben. Igazából márciusban még ekkor sem lehet olyan méhészkedésről beszélni, ami nagy tömegmunkát igényel, mert egy családnak az átvizsgálása ne tartson tovább pár percnél. Én meggyőződtem róla, hogy az élelem rendben van, méhanya megvan, csukom le. Tehát nem foglalkozok vele, az igazából a nagyobb tömegmunka majd áprilisban, amikor a repce elkezd virágozni, akkor indul be, mert akkor már jóval megnő a munkáknak a száma, na ilyenkor már fészket kell bővítenem, arra, hogy ne rajozzanak le, rá kell tennem a mészteret, amiben majd a nektárt hordja be, amiből aztán ugye majd jön a pörgetőbe a keretek, és pörgetjük ki a mézet. Rajzásgátlás, tehát innentől már felgyorsulnak az események. Ez itt egy jó hely a méhek számára? Hála Istennek, hogy köszönöm a kérdést, nagyon jó. Én
Azért is folytatok állóméhészkedést, mert nekem a kaptárakat Istennek hála sehová nem kell vinnem. Repce szinte mindig van, hála bábolnai, banai, ácsi gazdáknak köszönhetően szinte mindig vetnek repcét, röptávolságon belül, mert ugye azt tudni kell, hogy a méheknek a röptávolsága igazából 5 kilométer, amire még azt mondjuk, hogy jó, de hogyha azt nézem, hogy mi a gazdaságos hordás, akkor az általában olyan 2,5-3 kilométer. Amire azt mondjuk, hogy a méheknek is megéri, mivel ugye ha nektárt szív a méhecske, amit a mészhólyagjában hoz haza a kaptárba, ugye tulajdonképpen neki az az üzemanyag ahhoz, hogy ő repülni tudjon. És nyilvánvalóan ugye minél több, hosszabb a repülési idő, ahogy a kaptárhoz, azért ugye minél több nektár fogy el a mészhólyagjából, annál kevesebbet tud a lépekbe elraktározni, tehát azért van, azért jó az, amikor a mélegelő a kaptároktól akár pár száz méterre, vagy akár egy másfél-két kilométerre van. Milyen mézeket szoktál aztán a méhek által összegyűjtött nektárból, illetve anyagokból előállítani? Kezdjük a tavasszal a repcemézzel. Ugye a repceméz, de ugye nyilvánvalóan ugye ebben az is benne van, amit a tavasszal ugye a fákról, gyümölcsfákról behordanak, bár igazából a gyümölcsfa nektárját, amit behordanak, azt a saját fiasítás nevelésére elhasználják, tehát ritkán fordul elő, hogy gyümölcsfából félre tehető plusz mennyiség adódik. Itt az első igazából a repce az, ami fontosabb. Most szerencsére nekem itt a méheknél pár száz méterre található egy elég jó nagy repce tábla, amit egy tárkányi agrármérnök úrnak úgymond köszönhetek, aki ide vetette. Ez a méheknek nem távolság, tehát ez itt tulajdonképpen a tavaszi fejlődésben abba fogok bízni, hogy ez itt gyorsan fog történni, viszont a kérdésedre is úgymond az előzőre válaszolva, igen, nagyon figyelni kell, hogy a méhek mit hordanak és mikor, mert csak úgy tudok igazi fajta mézeket termelni. Tehát amikor látom már, hogy a repce kezd levirágozni, de az akác már fehér bimbós állapotban van, ilyenkor van az, hogy még hagyjuk, hogy a méhek még repcét hordjanak, mert mivel a repce virágjának nagyobb a cukorértéke, mint az akácé, tehát a méhek inkább oda fognak még járni, nem pedig az akácra. Nem azt jelenti persze, hogy akkor már pár méhecske nem fogja az akácvirágot látogatni, de még addig még a repce a domináns. Tehát magyarul az akácnak kell, hogy belevirágozzon a repcébe, hogy én a repcemézet kipörgessem, és nem pedig fordítva. Ez a díj, ez az elismerés, amit most kaptál, ez mennyire inspirál a folytatáshoz? Inspirál, megmondom őszintén, nagyon örültem neki. Azt, hogy most bronzérmet kaptam, megmondom őszintén, nem vagyok lecsüggedve, nagyon örültem neki, hogy egy országos elismerésbe bronzérmet, főleg ráadásul az első pályázatnál bronzérmet sikerült elérnem. Tervezem, hogy jövőre már az akácmézemmel, vagy akár a napraforgó mézemmel is benevezek erre a versenyre. Van-e a családban utánpótlás, aki esetleg folytatja majd ezt a, hát mondjuk azt, hogy hivatást? Mert ez az... Hát, kérdés jó, igen. A bátyámnak a fia, aki már felnőtt, ő szokott nekem azért besegíteni, hogyha pörgetés van, vagy valami olyan munka. Igazából nem kötötte le őt annyira a méheknek a szeretete, hogy sokszor kijárjon hozzám, de hogyha megkérem, akkor segít. Ugyanúgy a bátyám is, hogyha úgy van, akkor ha kérem tőle, hogy mit tudom én, kaptárokat segítsen pakolni, vagy valami, nagyon szívesen mindjárt jön és segít nekem. A sógornőm a mézeladásba szokott segíteni, hogyha ő adja le a rendelést valakinek, hogyha kell. Édesanyám szokott segíteni pörgetéseknél, igazából úgymond a takarításnál, amikor a pörgetést ugye takarítani kell, mosni kell az eszközöket, ő abban nagyon sokat segít nekem, de az, hogy valaki konkrétan a méheknél itt legyen kint velem, az nem. Azt egyedül csinálom.